Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a Hello Week első műkörmös videójához. Ahogy látjátok, természetesen gyakorló kézen fogom nektek megcsinálni ezt a mintát, és ahogy a címből is láttátok, ez egy olyan minta, amit valamelyikőtök rajzolt, amit nagyon-nagyon szépen köszönök még egyszer. Sajnos csak egyet fogok megcsinálni, ugyanis a holnapi napon saját kezemen egy teljesen másfajta körmöt fogok elkészíteni, viszont ugyanúgy, mint a sminkeknél, hogyha szeretnétek még ilyen videókat, akkor természetesen a körömcsártot is ki tudom nektek rakni sztoriba, és tudtok nekem küldeni bármikor. És ahogy látjátok, elő van készítve már a kéz, ami azt jelenti, hogy fel vannak ragasztva a műkörmök. Erről kicsit később szeretnék beszélni, viszont hogyha megnézitek a képernyőn, látjátok azt a rajzot, ami alapján el fogom készíteni a körmöket. Első lépésben el is kezdem felvinni a fekete porcelánport a kisújra. Azok a porcelánporok, amiket most használok, AliExpressről vannak, és egy viszonylag nagyobb csomagból van, ami azt jelenti, hogy 10 pár darab szín volt benne, és ha őszinte akarok lenni, akkor van pár darab, ami fantasztikusan jól működött, viszont van pár darab, ami használhatatlanul rossz. A fekete egyébként az egyik viszonylag jó. Természetesen, hogyha megnézitek, akkor látszik, hogy nagyon poros az állaga, viszont ettől függetlenül azért az árért, amiért vettem, tökéletesen működött. Erre a célra meg aztán pláne. Az előző videónál kértétek, hogy egy kicsit többet magyarázzak arról, hogy mit csinálok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elkezdem nagyjából elmondani. Az, hogy én így csinálok valamit, ahogy csinálok, az nem jelenti azt, hogy ez a jó megoldás. Nekem ez vált be, vagy most ezt érzem kényelmesnek, ettől függetlenül lehet, hogy én is változtatni fogok, illetve lehet, hogy másnak ez egyáltalán nem működik, de egy másik módszer tökéletesen bevált. Ahogy látjátok, elkezdtem a következő körmöt, és az első gombócot arra a részre teszem le, ahol a saját köröm találkozik a műkörömmel, vagyis a tippel. Általában 3 részben szoktam felvinni a porcelánport, de az is lehet, hogy 10 részben viszem fel, hogyha valami nem állt kézre, vagy úgy éreztem, hogy javítani kell részleteket. Felhelyezem a porcelánport az éppen aktuális részre, és szépen elkezdem lefele simogatni az ecset lapjával. Nagyon fontos a porcelánpor és a likvidnek az aránya, amit most már szerintem nagyjából mindig eltalálok, viszont ha nem, akkor vagy szenvedek azzal az adott gombóc porcelánporral, vagy inkább leteszem egy papírlapra, és teljesen előről kezdem a felvételt. Ahogy látjátok, erre a körömre most fogom majd letenni a negyedik gombócot, amit láthattok, hogy egészen a körömágyhoz helyezek fel, megpróbálom minél tökéletesebben, minél közelebb odarakni, viszont emellett arra is megpróbálok nagyon odafigyelni, hogy ne folyjon be a sáncokba. Nyilván egy gyakorló kézen esztétikán kívül ennek nem sok létjogosultsága van, viszont egy igazi emberen nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha befolyik a sáncokba akármilyen anyag, szinte biztos, hogy fel fog levegősödni, akár már aznap is. Következő újhoz értem, amin egy neon zöld színt használok, ez a legrosszabb szín egyébként azokból, amit eddig próbáltam. Nagyon foltos, nagyon márványosodik, iszonyatosan nehezen eldolgozható, egyszer villámgyorsan köt meg, egyszer egyáltalán nem akar megkötni, úgyhogy igyekszem valami használhatót kihozni belőle, de nem volt könnyű, határozottan nem volt könnyű. Ahogy látjátok, itt is szenvedtem a kis porcelán adagnak a lerakásával, illetve látszik az is a köröm felületén, hogy teljesen rücskös, egyáltalán nem szép, sima, egyenes. Ami igaz, hogy megpróbálok javítani porcelánpor plusz felvitelével, viszont reszeléssel teljesen ki lehet majd egyenesíteni, de természetesen megpróbálok én is, és általában mindenki arra törekedni, hogy az applikációnál minél tökéletesebb legyen minden, és kevesebbet kelljen reszelni később.
Az utolsó körömre is felkerült a fekete porcelánpor, és hogyha jól emlékszem, akkor itt egy picit befolyattam valamelyik oldalon. Ezt pedig úgy fogom javítani, hogy az ecsetemet kimosom, kitörlöm, és a hegyével szépen kitörlöm onnan a porcelánport, ahova befolyt. Egyébként egy kis plusz információ, amiről szerintem még nem beszéltem. Nemrégen váltottam porcelánporra géllak helyett, ugyanis többször azt vettem észre. Ezt mindjárt elmondom, viszont ahogy látjátok, elkezdem a színes porcelánport bevonni egy vékony réteg átlátszó porcelánporral, ami ha nem gyakorló kézen csinálnám a körmet, akkor azt a célt is szolgálná, hogy meg tudjuk építeni a körömnek magát, a struktúráját, illetve ezen a gyakorló kézen azt a célt fogja csak szolgálni, hogy amikor reszelek, akkor ne reszeljem el magát a színt, hanem az átlátszó porcelánport tudjam reszelni. Amíg felviszem a porcelánport, addig elmesélem gyorsan ezt a sztorit. Azt vettem észre a körmökön, amiket csináltam, akár magamnak, akár a gyakorló kézen, hogy hiába reszelem tökéletesre a formát, mire felviszem az egy-két réteg színt géllakból, utána pedig a fedő zselét, legyen az matt vagy fényes, mindig egy kicsit eldeformálódik a forma, amiért a reszelésnél olyan sokat dolgozik az ember. És egy kis gondolkozás után arra jutottam, hogy porcelánporra szeretnék váltani szín téren is, ugyanis mivel azt hamarabb viszem fel, mint a reszelés, így az már ugye a reszeléssel fog formálódni, és végül vagy díszítek, vagy csak a fedő zselét fogom feltenni, és őszintén megmondom, hogy eddig nagyon-nagyon tetszik, és valószínű, hogy fogok ennél maradni, de be kell vallanom, hogy határozottan van még mit tanulnom színes porcelán felhelyezésből. Az építő porcelánnal, ha nem is hagyományos módon, de egészen jól elboldogulok, valahogy mindig megoldom a dolgot. A színes porcelánt még tanulni kell, hogy mennyi az, amennyivel elég fedést érek el, de nem lesz túl vastag. De ahogy látjátok, elég sok körmöt csinálok mostanában, úgyhogy próbálok gyakorolni. Jöhet a reszelés, amit először csiszológéppel fogok megcsinálni, ugyanis a köröm ágyi részt azt nagyon szeretem csiszológéppel legalábbis megalapozni. Annyira még nem érzem biztosnak magam, hogy 100%-ban csiszológéppel meg tudjam csinálni a reszelést, viszont kezdésnek nagyon szeretem azt használni, ugyanis egy nagyon-nagyon jó alapot ad, és tényleg reszelővel csak egy icipicit kell rájavítanom legtöbb esetben. Egyébként, ahogy így oldalra forgatom a körmöt, lehet látni, hogy egyáltalán nem építettem semmi magasságot a körömnek, ugyanis a gyakorlókéz nem fogja élesben használni, és nem fog letörni neki véletlenül sem. Természetesen ez egy emberi kézen megint máshogy néz neki. Miután végeztem a csiszológéppel, előveszem a reszelőmet, hogyha jól gondolom, nem látom még, ez egy 180-180-as Brillabird-ös reszelő. Az az egyik kedvencem erre a folyamatra, ugyanis nem kell túl sokat reszelni, csak egy picit igazítani kell a formán. Nagyon szenvedek azzal, hogy a gyakorló kezet úgy tudjam tartani, hogy nekem is kézre essen, és ti is lássátok. Videóról videóra jobban működik, de még mindig nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb mindenkinek. Úgyhogy nézzétek el nekem ezt az eszméletlen bénázást, ami itt folyik éppen. Amikor erre a részre érek egyébként, hogy a reszelőt a kezembe vegyem, két nagyon fontos dolgot szoktam csinálni. A körömnek a két oldalát a formának megfelelően megreszelem, illetve a szabad szél nagyon fontos, hogy
tökéletesen nézzen ki, ahogy látni is fogjátok egy kicsit később, szeretem magam fele fordítani mindig a gyakorló kezet, hogy normál esetben a vendég nézőpontjából, itt viszont ugye a gyakorló kéz nézőpontjából láthassam a körmöket, ugyanis nagyon sokszor előfordulhat az, hogy szemből te teljesen máshogy látod a dolgokat, mint hogyha valaki a saját kezét nézi. Itt láthatjátok azt, amit az előbb mondtam nektek, és szerintem meg fogom mutatni. Véleményem szerint a legtökéletesebb kocka formákat így lehet reszelni. Iszonyatosan éles, pontos kockát lehet csinálni így. Nekem ez vált be a legjobban. Ezután, mivel tudom jól, hogy mintát szeretnék csinálni a körömre, egy bufferrel nagyon-nagyon alaposan átmegyek az egész felületen azért, hogy a karcokat le tudjam szedni róla. Hiába nem volt túl erős a reszelőm, így is hagy mélyebb karcolásokat, amire, hogyha ráhúzok egy jelen esetben matt fedőzselét, nem biztos, hogy teljesen sima lenne, és ahhoz, hogy a díszítést, vagyis minták festését tökéletesen véghez tudjam vinni, hibátlanul sima felületre van szükségem. Ezután, amikor végeztem, portalanítom a kezet, és képzeljétek el, hogy műkörmösboltba valamelyik nap bementem személyesen egy kicsit nézelődni, és rábeszéltek erre a szilikon kefére, ami egyébként használhatatlanul szörnyű, úgyhogy ha valaki gondolkozik rajta, akkor ne tegye, szerintem nem éri meg. Ahogy látjátok, vettem egy akril festék csomagot, és ezeket a színeket fogjuk használni a mai napon. Azt hiszem, hogy utólag belenyúltam még egy-kettőbe pluszba, viszont ezek az alapszínek, amikkel fogunk dolgozni. A kép ki van elém készítve a telefonomon, és megpróbálok mindent tökéletesen úgy csinálni, ahogy az le volt nekem rajzolva, illetve a kis megjegyzésbe oda volt írva. A kis ujjra elkezdek egy szellemet rajzolni, és mellett közben fogok rájönni egyébként, hogy fogalmam sincs, hogy akarom, hogy kinézzen a szellemem, de gondolkozás nélkül elkezdtem, úgyhogy legalább vállalkozó szellemű vagyok. Természetesen a szellemhez hófehéret használok, megrajzolom először a körvonalát, majd elkezdem kitölteni, és itt fordulnék körmösökhöz, akik akrilfestéket használnak minták festéséhez. Kedvenc márkáitokat nagyon-nagyon várnám, ugyanis megvettem ezt a szettet, a színek nagyon tetszettek, viszont egy az, hogy fényesre szárad, amivel nem vagyok teljesen kibékülve, illetve látni fogjátok kicsit később, amikor elkezdem kitölteni a mintákat, hogy nagyon-nagyon csíkos az egész, ahogy felviszem, és nem számít, hogy vizezve van, vagy nincs, mindenhogy csíkos, és nem is feltétlenül annyira erős a fedése, mint ahogy szeretném. Rájöttem, hogy valami hiányzik a szellememről, úgyhogy rajzoltam neki két kis mancsot, és ezzel egy kicsit talán szellemesebbnek nézett ki, majd megvárom, hogy megszáradjon az első réteg festék, és átmegyek a következő körömre. Ezen a körmön fog szerepelni az a macska, ami a kerítésen ül, és a hold van a háttérben. És az első dolgom az volt, hogy megtervezzem, hogy hova fog kerülni a kerítés, illetve a kerítés lécek hova fognak kerülni. Nem volt egészen párhuzamos napom azon a napon, amikor csináltam ezt a körmöt, úgyhogy a kerítés lécek azok elég keszekuszák lettek, de itt éppen azt láthatjátok, ahogy elkezdem felrajzolni, illetve felfesteni őket.
Majd miután a kerítés megvan, elkezdem felrajzolni a macskát, aminek először a fejét rajzoltam meg, utána pedig hozzá pluszba a testét, majd a két kis fülét, ugyanis az nem maradhatott el, és a farkát. Láthatjátok, hogy ezután kitöltöttem, majd egy kicsit javítottam a körvonalon. Találtam egy csodaszép csontszínű fehéret, vagy ekrű festéket ebbe a kis csomagba. Ezzel kezdtem el felrajzolni a holdat, amit aztán teljesen ki is töltöttem. És ahogy látjátok, elkezd megszáradni, nagyon-nagyon szép off-white színe van. Ezután úgy éreztem, hogy valami hiányzik, úgyhogy elkezdtem részleteket adni a holdnak. Tettem rá pár kis foltot is, viszont utána felhőket is rajzoltam fel, hogy igazán olyan Halloween éjszakás legyen. A felhőket úgy készítettem el, hogy sokkal jobban felvizeztem magát a festéket, mint amikor a többi részletet rajzoltam, és látjátok, hogy egy ilyen nagyon szép, áttetsző végeredményt kaptunk. Egy kicsit jobban belemegyek most a részletekbe, mint az előző videókban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy így tetszik-e nektek, vagy ez már egy kicsit túl sok magyarázás, úgyhogy mindenképpen jelezzétek a komment részlegben. Miután végeztem a szellem második rétegével, elkezdem megrajzolni az üstöt, és megint csak fogalmam sincs, hogy honnan jött az üstnek ez a formája, de valamiért így készítettem el, úgyhogy láthatjátok, hogy elkezdtem kitölteni feketével, utána egy kicsit szürkével is, majd a két színt összemostam, hogy egy kicsit térbelibbnek tűnjön ez a tárgy. És habár a rajzon nem volt semmi ilyesmi, kitöltöttem a belsejét egy kicsit neonosabb sárgás valamivel, hogy úgy tűnjön, mintha méreg lenne benne, talán ez járhatott a fejembe. Majd elkezdtem random kis részleteket hozzáadni, elsősorban buborékokat, azt hiszem, hogy arra gondoltam, hogy ezek buborékok lesznek. Nem tudom, hogy minek tűnik, de buborék volt az eredeti ötlet. És pár gőz, illetve méregcsíkot is hozzáadtam még. Ezután elkezdtem megrajzolni a szellemnek az arcát. Kapott két elképesztően cuki szemet, és egy nagyon cuki szájat is. Ennél aranyosabb szellemet ritkán láttok. És ezután jöhetett az utolsó minta, amire összekombináltam a rajzról a hüvelyk, illetve a mutató ujjat. És az első, amit elkészítek, azok a varrat minták. Majd miután ezzel kész vagyok, egy tököt rajzolok fel, aminek a formáját egyértelműen nem csekkoltam le előre, és egy kicsit inkább almára fog szerintem végeredményben is hasonlítani, de használjátok a képzelőerőtöket, és gondoljátok azt, hogy ez egy tök. A középső ujjon a felső rész valamilyen nagyon-nagyon üresnek tűnt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy oda is adok egy kis füstöt talán, vagy felhőt. Nem tudom, hogy mi az feltétlen, de szerintem szükség volt oda egy kis pluszra. Miután a második réteg is megszáradt a mutató ujjon, elkezdem megrajzolni a töknek is a szemét, illetve a száját, amit természetesen feketével csináltam meg. Ezután pedig, hogy még jobban töknek tűnjön, húzgáltam be aprócska kis vonalakat függőlegesen. A szára sajnos egyáltalán nem látszik, ugyanis a feketén nem jön át a barnás-zöldes szín, amit kevertem neki.
És az utolsó lépés nem más, mint hogy minden körmöt bekenjek mat fedőlakkal és köttessem. És amikor ezzel is megvagyok, akkor láthatjátok, hogy hogy néz ki az elkészült szett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki rajzolta ezt a körmet. Szerintem egyébként aranyos lett. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. Nagyon-nagyon várom a kommentjeiteket. Holnap érkezek egy ennél még durvább szettel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy remélem, hogy annál a videónál is találkozunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen szép napotok. Sziasztok!